Múlt év szeptemberében egy három fordulóból álló idegen nyelvi versenyt hirdetett meg az Egri Neumann János Középiskola. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola 20 diákja vett részt a vetélkedőben. A tanulók közül Pap István és Szegedi Bence első helyezést ért el, második lett Szabó Zsanett és Síle Paul, harmadik helyezést érdemelt ki Nagy Enikő és Urbán Aletta. Az iskolában beszélgettünk Langné Kispiroska tanárnővel, aki az idegen nyelvi munkaközösség vezetője és a verseny 5 résztvevőjével. Egy izgalmas idegen nyelvi versenyről tudunk beszélgetni a jelenlévőkkel, akik a legügyesebbek voltak, illetve tanárnő képviseli a többieket is, a többi pedagógust is, aki a munkában részt vett. Milyen verseny volt ez, ki hirdette meg, mik voltak a feladatok? Az Egri Neumann János Középiskola és Kollégium által meghirdetett idegen nyelvi vetélkedőről van szó, amelyen évről évre részt vesznek iskolánk diákjai, angol és német nyelven szerepelnek rajta. Mi volt a feladat? Milyen feladatokat kellett megcsinálni a gyerekeknek esetleg előzetesen, vagy ott mi az, ami várt rájuk? Egy komplex versenyről van szó, amire már szeptember óta készülünk, és már évelején izgatottan várjuk, hogy meghirdetésre kerüljön ez a verseny. Háromfordulós versenyről van szó, ahol az első fordulóban a gyerekeknek egy nyelvtani ismereteken alapuló feladatlapot kell beküldeniük, a következő fordulóban pedig egy fogalmazást kell készíteniük, és a harmadik fordulóban pedig azok a tanulók jutnak be, akik az első két fordulón eredményesen szerepelnek. Mennyi az előzetes munkában, mennyi a diáknak a feladata, és mennyi az, amit a pedagógus segíthet nekik? Itt egy folyamatos és rendszeres felkészülésről van szó, és itt a pedagógusnak nagy szerepe van a tanulóknak a felkészítésében. Nyilván az alapötletet a gyerekeknek kell, hogy megteremtsék, és ebben támogatjuk őket, javítjuk, gyakoroltatjuk velük a felkészülésre előkészített projektet. A Neumann szakközépiskola azért elsősorban a számítástechnikáról közismert. Mennyire régi már ez a verseny, vagy hányszor tudtak már eddig ebben? Iskolánkból már több tanuló a középiskolának a tanulója, és nagyon-nagyon szeretettel várják a tehetséges gyerekeket, nem csak az informatika területén, hanem fő területük az idegen nyelv is most már az Egri középiskolának. Arra kérem a tanárnőt, hogy mutassa be a gyerekeket, és egyúttal azt is, hogy ki milyen eredményt ért. A körülöttem álló tanulók voltak ezen a versenyen a legeredményesebbek. 20-an mentünk el egyébként erre a versenyre, és büszkén mondhatom, hogy közülük 6 tanuló az első 3 helyezett között szerepelt, tehát 6.-7. osztályosokról van szó, és akkor szeretném őket sorban bemutatni. Szabó Zsanett, Urbán Aletta, Pap István, Szegedi Bence és Síle Paul, és büszkén mondhatom, hogy közülük Aletta, ő angol és német nyelven is megmérettette magát, és Paul, aki egyébként német anyanyelvű és iskolánk tanulója, ő pedig angol nyelven érte el szép eredményt. A felkészülésnél mondjuk még el azt, hogy nem csak egyedül az ön tanítványai vannak itt, a kollégák közül ki volt az, aki szintén részt vett ebben a munkában? Természetesen az idegen nyelvi munkaközösségünk minden tagja készített föl tanulót, úgyhogy nagyon szépen szeretném megköszönni az ő munkájukat is. Sorban szeretném elmondani a németet tanító kolléganőknek, Leiter Arankának, Duróné Vágási Máriának, Richterné Gál Ibolya Hedvignek a nevét, és az angol tanító kolléganőimnek, Nagy Imrénének és Urbáni Tóth Ritának szeretném még megköszönni a lelkiismeretes munkáját. Aminek az eredményéről tulajdonképpen most tudunk beszélgetni. Akkor Pavult hagyd kérdezzem először, hogy számodra milyen gyakoriak ezek a versenyek? Most először próbálkoztál, vagy voltak már kisebb vetélkedők, ahol részt vettél? Hát voltam már több ilyen versenyen is tavaly. Tavaly is voltam egy ilyen versenyen, csak az utolsó forduló az nem sikerült, mivel rosszul csináltam meg a feladatot. Tanárnő elmesélte nekem, hogy német anyanyelvű vagy tulajdonképpen. Van a két nyelv között valami különbség, vagy egyik segíti esetleg a másiknak a tanulását?
A két nyelv az eléggé különböző, és néha el is felejtek pár szavakat, de egyébként elég könnyű. Nekem régebben Aranka néni azt mesélte, hogy legelőször a németet kellene megtanulni, mert erre épülve talán a többi nyelv esetleg könnyebb lehet, de lehet, hogy neked nem ez a tapasztalat. Nem, Németországban már jártam az első osztályt, és otthon is szoktam gyakorolni anyukámékkal a német nyelvet, és szoktam olvasni és írni is. Izgalom. Mennyi izgalom van benneteket ezen a versenyen? Amit itthon kell megcsinálni feladat, azt gondolom nem olyan nagyon nehéz, de amikor ott idegen környezetben kell teljesíteni, az hogyan megy? Mennyire vagy izgult? Mennyire feszült? Hát eléggé izgultam a szóbeli forduló előtt, de amikor vége lett, nagyon megkönnyebbültem. Mesélj nekem valamit, mit kellett teljesíteni a szóbeli fordulón? Miről kellett beszélni? Meg volt adva egy téma, és arról kellett egy projektmunkát, vagy prezentációt csinálni, és azt kellett bemutatnunk. Egyenként kellett csinálnatok a prezentációt, vagy kis csoportban? Egyenként. Mi volt az, amit te csináltál? Én egy projektmunkát csináltam a öltözködésről és a divatról. Melyik kornak a divatát választottad? Hát... Történelmi kor, tehát több száz évvel ezelőtt itt, vagy akár egy mai modell? A mai divat. Tehát fiatalok, tizenévesek öltözködés? Igen. És erről kellett beszélned ott a zsűri előtt? Igen, erről beszéltem. Ők a felnőttek, feltételezem, hogy felnőtt tanárnénik, tanárbácsik voltak, ők mennyire voltak járatosak a mai tinédzser divatban? Azért az, hogy farmer, meg póló, meg ilyesmit azért ők is tudták? Igen. Volt esetleg olyan, amit te meséltél el nekik, és ők esetleg tájékozatlanok voltak? Igen, ilyen is volt. Na, mi volt az? Például a népviselet. Tiszafüred környékének nem túl jellegzetes a népviselete. Mit tudtál elmondani? Férfi-női viseletet mutattál be? Igen, mind a kettőt. A szoknya a jellegzetes. És te ezeket az ismereteket honnan szerezted? Lexikonból, internetről? Én néptáncra is járok, és... Így könnyebb volt. Így természetesen könnyebb volt, hiszen nap mint nap használod és viseled ezeket a ruhákat. Szeretnék tovább menni, itt van egy okos, szemüveges fiatalemberünk. Hanyadikos vagy? Hatodikos. A korosztály tekintve hatodikosok, tanárnő? Hatodik, hetedik korosztály? Hatodik, hetedik osztályosok. Mi volt a te feladatod, vagy mi az, amit te választottál a projektmunkában? A házi munkáról készítettünk projektet, és arról kellett beszélni, házi munkáról. Ezt te magad választottad ki, vagy volt egy lista, vagy tanárnénik javasolt? Ez volt meghatározva, hogy a házi munkáról kellett fogalmazást élni, és erről is kellett beszélni. Hát én, mint háziasszony, tudom, hogy mi az, hogy házi munka. Te hogyan, melyik részét választottad? Hát az állatgondozás, mert a kutyám... gondozását, hogy mit csinálok vele, elmegyek vele sétálni, etetem, ilyesmi. Ez nagyon érdekes, nem is gondoltam, hogy ez is belefér a házi munkának a részébe. Hogy hívják a kutyusodat? Úgy hívják, hogy Snoopy. Kellett róla fotókat vagy rajzokat csinálni? Igen, egy fotó szerepelt a plakáton róla. Neked is ugyanaz volt a szóbeli feladat? Tehát, hogy beadtad a projektmunkát, és akkor ott beszélgess róla a zsűri tagjai? Igen. És ez hogy sikerült, hogy érzed? Hát, jól sikerült szerintem. Tanárnő, ez nem volt egy olyan nehéz feladat, ugye, kutyusról beszélgetni? Biztos, hogy nehéz feladat, amikor egy idegen zsűri előtt, idegen nyelven kell a gyerekeknek ilyen korban megnyilvánulni. Én úgy gondolom, hogy az izgalom mellett nagyon derekasan helytálltak. Főleg úgy, hogyha első helyezést is ért el a házi munkának a projektjével. Amikor az értékelés vagy díjátadó volt, arra hogyan emlékszel vissza? Egyáltalán hogyan bonyolódott le? Föl kellett sorakozni a zsűri előtt, ez a szokásos volt? Nem, hanem felszólították a helyezeteket, és oda kellett menni, hogy átvegyük a emléklapot. Számodra ez volt az első ilyen nagyobb megmérettetés, vagy nagyobb dicsőség? Igen, ez volt az első.
De reméljük azért lesz még több hozzá. Még van itt két kislány a sornak a végén. Aletta, te mit választottál? Mi volt az az érdekes téma, amit érdemes volt feldolgozni? Én is a házi munkát választottam. Melyik szeletét? Hát az otthoni dolgok, a porszívózás, vasalás. Ez számodra mennyire kedves egyébként vagy? Vagy azért anyunak besegítesz, ha kell? Hát anyának beszoktam segíteni otthon. De a porszívózásról, mit tudom én, azt a projektet hogyan tetted elkészíteni? Lefotóztad a porszívót, vagy leírtad, hogy csinálod szakszerűen? Hát lefotóztam, hogy anya porszívózik a nappaliban. Akkor anya is szerepet kapok. Igen. Hogy emlékszel vissza magára a versenyre? Mennyire izgul ilyenkor az ember? Mennyire tudja tényleg azt teljesíteni, amit otthon már megvolt, ott volt a fejemben? Hát amikor előtte a versenyen izgultam, de amikor bementem, akkor ez egy jó beszélgetés volt. De akkor pont az a típus vagy, aki jól, kiegyensúlyozottan tud szerepelni ilyen feszült helyzetben? Igen. Úgy tudom, hogy te már többféle versenyen részt vettél. Talán versmondó versenyen találkoztunk? Igen, voltam már versmondó versenyen második osztályban, de még ez az első, amikor megszólaltam idegenek előtt német és angol nyelven. Komolyan mondod, tehát ezen kívül még csak itt az osztályban kellett felelned tanárnéni előtt, meg a gyerekek előtt? Igen, még ez volt az első. Hát ez nagyon nagy meglepetés. Tehát én azt hittem, hogy itt már mindenki gyakorlott vizsgázó, meg versenyrésztvevő, de ezek szerint nem. Ezért is tartjuk fontosnak ezen a versenyen való részvételt, hiszen ez segíti a gyerekeket abban, hogy megismerjék azt a szituációt, ami majd 8. osztály évvégén egy alapfokú nyelvvizsgán, vagy későbbiekben egy nyelvvizsgán előjön. És még azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy a gyerekek helyezéstől függetlenül nagyon jó kedvel és jó hangulattal jönnek el a versenyről, és igazán sikerélményt nyújt nekik az ezen való részvétel. Jó, ne maradjon ki az utolsó kislányunk se. Most már tudom, hogy itt az izgalmas dolog az, hogy ki milyen projektet választott. Te mivel dolgozol? Én is a házi munkáról, és úgy, mint porszívózás, úgy, mint Aletta. És ugyanezt így választottuk. Hát én rajzoltam, de egyszerű volt úgy. Mit rajzoltál? Hát, a szobátokat? Hogy néz ki takarítás előtt, meg takarítás után? Nem, hanem hogy kinek melyik házi munka való. Így csoportokba osztottam, hogy mamának, anyának, apának, nekem. És úgy rajzoltam őket. Még a verseny hangulatáról, te mennyire vagy ideges, mennyire vagy izgulós ilyen? Hát elején én is izgulok úgy, de amikor már bemegyek, már úgy jobb. Igen. Te milyen tanuló vagy itt az idegen nyelven? Ötös vagy? A legjobbak közé tartozol itthon is? Négyes-ötös. De évvégére meg lesz az ötös, ugye? Meg nagyon kell igyekezni. Tanárnő, még valamit a beszélgetés végére. Említettük Alettánál, hogy ő most először szólalt meg idegenek között. Mennyire fontos, vagy mennyire kell figyelniük arra, hogy a gyerekek szóban egyre többet nyilvánuljanak meg? Nagyon fontosnak tartjuk azt, szinte fontosabb, mint hogy írásban pontosan tudják magukat kifejezni, hiszen később majd a mindennapi életben erre sokkal jobban szükségük lesz. Még annyit szeretnék a beszélgetéshez hozzáfűzni, hogy itt sok tanulónál elhangzott a házi munka. Szeretném megjegyezni, hogy a német teseknek ez egy kötött téma volt, tehát nekik a házi munkáról kellett projektmunkát készíteni. Az angolosoknál ott volt több választási lehetőség. Mennyi lehetősége lesz önöknek és a diákoknak további versenyeken való részvételre? Gondolom már a második fél év verseny feladatait esetleg már ismeri. Igen, vannak különböző levelező versenyek, ahová rendszeresen benevezzük a tanulóinkat, de ez a Neumann tanulmányi verseny, ez elég hosszú időt és sok munkát vesz igénybe, úgyhogy ez tulajdonképpen a fő versenyünk, amire kész.
készülünk. Úgy tudom, hogy önök azért rendszeresen részt vesznek a katolikus általános iskolák versenyein. Esetleg ilyen típusú verseny volt-e eddig, vagy lesz ez? Igen, levelező versenyek formájában veszünk részt ezeken a versenyeken. És mi újság van a nyelvvizsgával? Változatlanul célkitűzése mondjuk 7.-8. osztály? Természetesen nagyon fontos feladatunk az, hogy a legkitartóbb és legszorgalmasabb tanulókat 8. osztály évvégén elvigyük alapfokú nyelvvizsgára, és hogyha csak a tavalyi adatokat említem, a 8. osztályosok közül 30 tanulót vittünk el nyelvvizsgázni, és egy pár tanuló kivételével 26, hogyha jól emlékszem, pontosan 26 tanulónak sikeres nyelvvizsga sikerült, és nyelvvizsga bizonyítvány van a kezükben. Én úgy gondolom, hogy ez megfelelő és jó alapot ad arra, hogy középiskolában ezt a tanulmányt tovább folytassák, és a középfokú nyelvvizsgát minél hamarabb letegyék. Hát reméljük, ezt az alapot meg is kapja itt mindenki ebben az iskolában. Köszönöm szépen a beszélgetést, és sok sikert minden további versenyben. Mi is köszönjük szépen.